az emberivel, a jó indulatúval és az udvariassal, tehát az úrral. Márai Sándor soraival köszöntöm tisztelt vendégeinket, mindenkit, aki ma elfogadta meghívásunkat. Az őszi jeles napok sorában az egyik legkedvesebb jeles napunk az idősebb világnapja. Már téten is hagyományá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. A mai nap az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Ünnepi műsorunkban elsőként szeretnénk felkérni dr. Pukorelli László Tétváros polgármesterét, tartsa meg köszöntőjét. Szép estét kívánok mindenkinek! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az idősek világnapi alkalmából, külön megkülönböztetett tisztelettel a megjelent szépkoron. Míg fiatal az ember, ahogy leteszi a fejét, már szunnyad, ha pedig megöregszik, elszomorít ugyan hamar, de fel is ébred. Aztán csak néz, töpreng, mintha úgy rendezte volna a természet, hogy mikorra már nagy darab idő van a háta mögött, legyen módja végig gondolni. Szabó Magda szerintem találóan foglalja össze az időskor egyik lényegét. Tapasztalatom szerint is az idősek többet foglalkoznak a múlttal, de azzal, hogy az idős ember rendszerezi tudását, tapasztalatát, igazi segítségére van környezetén. Úgy gondolom, egy bizonyos életkor után már nem az a fontos, hogy nekünk kik segítenek, hanem az, hogy mi hogyan válhatunk mások segítőjével. A fiatalok, ha már kellően bölcsek, akkor figyelnek az idős ember szavára, és nem egyedül akarnak mindennel megküzdeni. Az idősek beszélhetnek a gyerekeknek szenvedésről, betegségről, illetve megfelelő szófordulattal a halálról is, ami az emberi élet természetes velejárója. A gyermek számára ez nagyon fontos és alapvető információ, mivel az élet teljes valóságát kell megismerni. Füst Milán ezt így fogalmazta meg. Igazán olyan jó-e a fiatalság? Akkor miért olyan keserűek a fiatalok? Mert azok keserűek csak igazán, és nem az öregség. A fiatalok nagy életerejének ugyanis még sok a vágya, az öregség viszont mégis inkább derűre hajló, ez a tapasztalatom. Mert totyog, és azt mondja, áthúztam a folyót, mögöttem a baj, az élet nem is volt olyan nehéz. Gyertek utána. Az ifjúság viszont néz a folyóra, és azt mondja, jaj, ezt kell áthúznom, hisz tele van örvény. Köszöntöm Önöket, akik igazi példát adhatnak nekünk. Példát a szorgalomból, munkából, kitartásból, és még lehetne tovább folytatni a sort. Úgy vélem, mindenki tud példa lenni, és ezzel igazán segíteni a felnövekvő generációkat. Az idős ember nem felesleges. Nekünk csak az a dolgunk, hogy figyeljünk a tapasztalt, sokat megért idősek. A figyelem azonban nem korlátozódhat egyetlen napra. Az idős embernek szüksége lehet ugyan a mindennapokban segítségre, mert ereje elfogyott. Mindenkinek el kellene azonban fogadni, hogy nem csak attól értékes egy ember, ha dolgozni ki. Mai elanyagiasodott világunkban hajlamosak vagyunk mindent pénzben mérni, pedig az igazán fontos dolgok nem megvásárolhatók. Itt nem csak a sokat emlegetett egészségre gondolok, hanem a szeretetre, ami generációkon átívelő. Az emberek mindennapjai lesznek attól jobbak, ha bizalommal és szeretettel fordulnak a másik emberhez.
ki kell mutatni a szeretetet a másik ember iránt. Ezt kezdhetjük először a családban, majd a szűkebb és tágabb környezetünkben is gyakorolnunk kellene. Ha szeretettel fordulunk egy másik emberhez, magunk is szeretetet kapunk vissza. A fiataloknak mondom, hogy figyelemmel is forduljanak az idősekhez, hiszen észrevétlenül olyan információkhoz juthatnak, ami igazi segítségükre lehet a mindennapokban, mert csak későn vesszük észre, hogy sok mindent nem kérdeztünk meg, nem tanultunk meg szüleinktől, nagyszüleinktől. Csóri Sándor figyelmeztet bennünket, hogy régi tapasztalat, hogy a fiatalok azokat az igazságokat fogadják el végül is, amelyeket először érdemes kétségbe vonni. Mert a kétségbe vonhatatlan igazságok hidegek, fölényesek, még kötözködni sem érdemes velük. Ráadásul unalmasak is. Csóri Sándor gondolhatott azokra az igazságokra is, amelyeket nagyszüleink, szüleink tapasztaltak, tanultak, nagyszüleiktől, szüleiktől. Figyeljünk azokra az igazságokra, melyeket észrevétlenül tanulhatunk meg az időseinktől. Az időskor nem jelent tehetetlenséget, bár mindenkinek más adatot. Ki munkával, ki jó szóval lehet segítségére családjának, környezetének. Lélekben azonban mindenki fiatal maradhat, mert a kor az csak egy állapot, a lényegesebb, milyen tartalommal töltjük ki. Nekünk, ma még aktívan dolgozóknak a feladatunk, hogy idős embertársaink számára olyan életkörülményeket biztosítsunk, mely lehetővé teszi számukra az öregkorhoz méltó, terüs életet. Popper Péter gondolatait választottam a mai nap útravalójául mindenkinek, szépkorúnak és fiatalnak egyaránt. A fiatalság megőrzése kizárólag lelki eszközökkel történik, amelyekkel meggátoljuk a lélek öregedését. Legfontosabb a megszabadulás a negatív érzésektől, indulatoktól és gondolatoktól. Hinni kell a boldogságban, a barátságban, a szerelemben, a gondviselésben, a jóban, a morális rendben és a jó birtoklásában. További jó egészséget kívánok a szép korban. Köszönöm szépen! Az életünk sárgult a levélben.
még lehetett. Most már valahol megfáradtam, nem kér sokat, csak keveset, hát menj szaladj hozzá, mondj egy jó szót, egy vigasztaló kedveset. Tám még lehet, tám még lehet, amit akkor elfelejtettél, talán még jóvá teheted, hát menj rohanj és simogass meg a téged védő két kezet, amíg lehet, amíg lehet. Nagymamához menni nagyon szeretek, havos kávé várod, storta szelet. Kalács is van nála, benne masola, legédesebb mégis az ő mosolya. Nagymamánál lenni mindig csodaszép, ózsonna után vár a hintaszék. Amíg ringatozva beszélek, velem megsimogat, várjan az ő keze. Én a nagymamámat nagyon szeretem, mert ő csak szépet és jót ad mindig én nekem. S úgy köszöntöm este, ha megyek haza, a viszontlátásra, drága nagymama. Gyerekek, gyerekek, mi van veletek? Nem mazatos senki, csendben van mindenki, szemetet sem hagytok, oly rendesek vagytok. Látjátok, nagymamák, milyen jó unokák, ünneplőben vannak, verseket szavolnak, minden nagymamának forró csukot adnak. Nagymama reszketek, de fogja a kezedet, s elvezet a bundon át mindenféle unokát. Nagymama lába fáj, mégis veled szaladkál, versenyt futasz idővel, meg tudod te is idővel. Nagymama elringat, simogat és buszikat, hallgass meg, hogy mit mesél, s az ő álma te legyél. Gyermek szívemet hála járját, és köszöntök ma minden nagymamát, akik szeretve szolgálnak nekünk, megértő szívvel örülnek velünk, minden örömünk megtiszerezik, s a bánatunkat így megfelezik, áldja meg az Úr nemes szívüket, és utalmazza a szeretetüket. Velem voltál örömömben, velem voltál bajban, velem voltál, ha sírtam, velem, ha kacagtam. Meséltél és meséltél igazakat, szépet, kívántam, hogy a mesél sose érjen véget. Mit adtam én cserébe, te azt sosem kérted, de talán a két szemem elárult a néked. Elmúlt egy újabb esztendő, történt jó is, rossz is, elegendő. Idősebbek lettünk egy évvel, ősz hajszál, gyarapodott szépen. Gondoljunk az idősekre, kik előttünk járnak sok-sok évvel, gyengülnek és felejtenek, éppen ezért óvjuk, s védjük őket. Tiszteljük a sok-sok munkát, törődést és fáradozást. Tisztelette, hála tette, köszönjük meg, amit értünk tettek. Szép korok, köröm, fiatalok, legyen ma egy víg napotok. Felejtsétek a bút bánatot, legyen még egy tengernyi boldog órátok. Kiskocsim lesz vége, majd két pedovát, majd én tartom féknek.
Ha szüleim öregek lesznek, kocsiba a templomba elmehetnek, teljesül majd szívük minden vágya, Isten őket 100 000-szer áldja. Sajból élek, mint az ivatagban elázott veréb, szív sütögje harkon kell a segítség. Aki egyedül él, nincsen támasza, mindenki segítség lehet vigasza. Összefogtak ezért lelkes emberek, aki ilyet átélt, mint segítenek. Mert embernek lenni nagyszerű dolog, tudnak segíteni, ettől boldogok. Egy kis figyelmesség, ugye jól esik, nem úgy dicsértessék, akik ezt teszik. A magára maradt idős emberek szíveikbe ballag egy kis szeretet. Melegséget éled a szívek körül, gyönyörű az élet lelke és örül. Figyeljünk egymásra, amint csak lehet, a szeretet lánya gyújt reményeket. Mert olyan a magány, mint a büntetés, az idősek napján ezt ne érezzék. Fájdalmak enyhülnek, szívek dobognak, örömmel begyűlhet a sok szép gondolat. Ez a néhány óra legyen kellemes, minden kedves szóra jól figyelj, mert az idősekről gondot viselünk, remegő szívekről hálát tehetünk. Addig él a remény, még van szeretet, szívekbe sok gyönyörű emlék megremeg, és tudjuk az élet örök szenvedés, el ne engedjétek ma egymás kezét. E különös napot nektek szenteltük, így szeretet ragyog, együtt érezzük, holnap mi is ilyen idősek leszünk. Olyan ilyenkor este már, mikor az izzó nap leszel, s a csillag csillog csak nekem, elgondolom az életem, ami elmúlt, ami lesz még, amit rég meguntam, s amit szeretnék, messziről nézem és nyugodtan, ami után egykor futottam. Mire az izzó arc lehűl, a szív is békés lesz belül, örömkétség oly messzi cseng, jól esik ez az esti cseng. Jó, így még egyszer szemlehúnyva, mindent végig gondolni újra,
A lélek könnyű, mint a fára, csend van, elalszunk nem sokára. Kárpáti Éva, az élet alkonyán, elmúlt már az ifjúságod, itt van életed alkonya. Ne gondolj az elmúlásra, ne add fel soha, tartogathat még az élet szépet. Még ha lassabb is már a lépted, gyönyörködj kerted virágában, fürdőzd meg a napsugárban. Nézd, hogy növekszik egy kisgyermek, taníts meg, mire csak lehet. Ha továbbadod a jót és szépet, már nem volt hiába élted. A remény ne add fel soha, hogy sorsod nem lesz mostoha. Ha elérkezik az utolsó óra, mosolyogva indulj a nagy útra. A 9. falu végén utolérte az öreget.
Felültette a lóra, úgy vezette kötőféken, amíg hazaértek. Ahogy hazaértek, mindig az asztalhoz ültették, s a gyereket is úgy tanították, s úgy nevelték, hogy tisztelje az öregeket. Többet nem bánták, ha eltörött a tányér, vagy kiömlött a leves, vagy mi lesz, mi nem lesz, jó szemmel nézték az öreget. Tisztességesen élnek, s már is élnek, ha meg nem haltak. Yeah.
Énekeljünk ezen a színpadon, hanem a köszöntöttek is, aki most itt van ebben a teremben.
Reméljük, hogy olyan mondták választottunk, amit így úgy, de mindenki is lehet. Elkezdjük, és akkor aki ahol tudja, nyugodtan kapcsolódjon be. Remélem, hogy sokáig itt leszel közöttünk, drága kismamik.